Köszöntelek benneteket a csatornámon, örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás 2019. november 22-én. A kártyákat kivetettem a másik csatornámon, nekem van még egy német nyelvű csatornám, és azt úgy nevezem, hogy Denderas Liebesorage. Ugyanezt a képet mutatja, amit itt láthattok. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja ők, mik a gondolatai, és ez a kártya megadja rá a választ. Az érmék jelzik az anyagi dolgokat. Neki jelen pillanatban fontos az anyagi biztonság, a jólét, és neki az is fontos, hogy ő elismerést kapjon, vagy egy meghívást. Az érmék nem csak a biztonságot szimbolizálják, hanem azt is mutatja, hogy neki ez a párkapcsolat nagyon értékes. És ezt kimutatja, mutatja mások előtt, vagy jön egy meghívás, és ez kellemes. A második kérdés az volt, hogy milyenek az ő érzelmei. Ez a kártya megadja rá a választ. A kelyhek összeállnak a víz elemével, és az mutatja az érzelmi világot, és nála jelen pillanatban ezek a mély érzések az, amit ő a napokban így átél. És megvan arra is a lehetőség, mert ő ezt szeretné, hogy egy találkozásra kerüljön a sor. A harmadik kérdés az volt, hogy milyen lépéseket tesz irányatokba. Pontosan ez a találkozás, ami neki fontos, és ezt közli veletek. A negyedik kártya itt középen arra utal, hogy valamit akceptálnotok kell, vagy neki. Ez szerintem arra utal, hogy jelen pillanatban szeretné, hogy az anyagiak javuljanak, erre utal a kép, de valamiről le kell, hogy mondjon. És pontosan az, amit neki akceptálnia kell. Ez volt a mai három kérdőjeles jóslásom. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!